Köszöntöm Önöket! Szeptember 8-án a KUNOK második világtalálkozójának karcagi nyitó rendezvényeinek keretein belül lezajlott a Nagykun kapitány protokoláris beiktatási ceremóniája. Vendégünk Benes Sándor, az újdonsült Nagykun kapitány, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Hogy van mostanság, eltelt azóta néhány nap, mennyiben változott meg az élete? Nagyon köszönöm, jól vagyok. Azt lehet mondani, hogy azért szervesen megváltozott az életem, illetve tehát az elmúlt hetekben, években is volt bőséggel teendő, nagyon sok felé kellett menni, akár az egyesületünkkel, akár magán célokból is, tehát volt teendő, de az elkövetkezendő hetekben, ahogy látom előre, illetve ahogy hallom a Nagykun kapitány társaimtól, nagyon sok teendő vár rám. Ezt mutatja már az előző hétvége, illetve az elkövetkezendő hetek programja is. Az előző hétvégén Kunszálláson voltunk Kiskun kapitány beiktató ceremónián, ahol is Kovács Imre kunszállási polgármester lett az új Kiskun kapitány, és az elkövetkezendő hétvégére is van már két program is. Az egyik Kunmadarason lesz egy hagyományőrző lovas rendezvény, illetve vasárnap Kunszent Miklóson lesz a KUNOK második világtalálkozójának záró rendezvénye, ahol is a JASZ KUN főkapitány beiktató ünnepségére kerül sor. Hogyan zajlott ez a beiktatási ceremónia? Erről beszéljen nekünk egy picit, hozott a nyakában is valamit, amiről szerintem érdemes beszélnünk. Igen, szeptember 8-án került megrendezésre itt Karcagon a Nagykun kapitány beiktató ünnepség. Mindig abban a városban kerülnek megrendezésre ezek a beiktató ünnepségek, ahol az éppen illetékes kapitány született, vagy él. Tehát így Karcagon került megrendezésre. A beiktató ünnepség szerintem nagyon emelkedett hangulatban zajlott le. Jelen voltak a Nagykun kapitányok zömében, illetve a Kiskunságból, Jászságból is képviselték a hármas kerület részeit. Tehát így Kiskun kapitányok is voltak néhányan, és a Jászkun kapitányok is jelen voltak. Én szerintem egy emelkedett hangulatú esemény volt, mely után a Múzeum Parkban 8. Kunhagyományok napja került megrendezésre különböző kiegészítő programokkal. Egy jelkép van a nyakában, erről mit kell tudnunk? Igen, a Nagykun kapitányoknak a beiktató ünnepségen különböző jelképeket adnak át, amelyeket utána a szolgálatok során használnak. Ilyen például a szabja, a pecsétek, vagy a kapitányi kulacs, de ilyen a nyakamban látható Nagykun kapitányi medál is, amelyet Györfi Sándor karcagi szobrászművészünk készítette. Az összes Nagykun kapitánynak hasonló Nagykun kapitányi medálja van. Ezen egy kun oroszlán található, amely a Szabad Nagykunok címere, amely az erőt, a kitartást jelképezi. Mikor értesült arról, hogy ön lesz a Nagykun kapitány? Hogyan értesült erről? Igen, tavasszal értesültem róla. Kece István, a Kisújszállási Nagykun Hagyományőrző Társulás vezetője hívott fel telefonon a Dobos László polgármester úr megkeresése után. A Kece István közölte a Nagykun Hagyományőrző Társulás döntését, hogy megfelelőnek találnak a kunkapitányi poszt betöltésére. És áprilistól utána eltelt egy fél év, akkor még az Illési Ádám kisújszállási Nagykun kapitány volt szolgálatban, és szeptemberben ő átadta a stafétabotot. Mit érzett akkor, vagy mit gondolt, amikor megtudta, hogy ön lesz a Nagykun kapitány? Volt-e ilyen gondolat, hogy hát én még fiatal vagyok, milyen érzések kerítették hatalmába? Ugye nem mindenkinek, sőt, szinte senkinek nem adatik meg az életében, hogy egy ilyen felkérést kapjon, egy ilyen megtiszteltetésben legyen része. Igen, kicsit úgy jött a felkérés, mint derültékből a villámcsapás. A Dobos László polgármester úr hívott fel telefonon, hogy arra gondoltak, hogy legyek én az elkövetkezendő három esztendőben a Nagykun kapitány.
Hát az az igaz, hogy nagyon meglepődtem, hirtelen jött a felkérés. Szerettem volna kérni egy kis gondolkodási időt, de túl sokra nem volt lehetőség. De természetesen elvállaltam, bízva abba, hogy sikerrel és méltón tudom teljesíteni majd a hatalmas nagy feladatot. Dióhéjban mit kell tudnunk önről? Milyen út vezetett odáig, hogy ön lett a nagykunkapitány? Hol született, hol végezte tanulmányait? Karcagon születtem, helyben végeztem az általános iskolát és a középiskolát, és majd Debrecenbe kerültem az Agrártudományi Egyetemre, ahol 2003-ban agrármérnökként diplomáztam. Utána a kutatóintézetbe kezdtem el dolgozni, jelenleg egy Syngenta nevű cégnél dolgozok, mint növénynemesítő asszisztens. Magyarországra igyekszünk szelektálni versenyképes kukorica hibrideket. A munkahely mellett, amennyi időm van, viszont azt hagyományőrzésre, hagyományaink ápolására és éltetésére igyekszek fordítani. A 90-es évek elején sikerült vásárolnunk a privatizáció kapcsán egy tanyát a Kunhegyesi úton, ahol különböző fajú állatokat, sertést, juhot, szarvasmarhát és néhány lovat is tartottunk, és végül is a családi állat szeretet miatt kialakult az, hogy mi is lóra pattantunk. Nagyon közel voltunk az állatokhoz gyerekkorunk óta nővéremmel, és a 90-es évek elején már elkezdtem lovagolni. Utána... Tehát innen van ez a lószeretet. Ha most őszinte akarok lenni, akkor szerintem önt többször láttam lóháton, mint így gyalog ló nélkül. Tehát ez ide vezethető vissza, ugye? Igen, igyekszek minél többet lóháton lenni. Az az igaz, hogy kicsit visszarepíti az embert a múltba is a ló, illetve egy nagyon jó kapocs a természethez. Az élő állat, a ló pedig kiváltképpen. Most hogy néz ki ez a tanya, mennyi állatuk van? Igen, és azt a tanyát utána eladtuk, és egy másik helyre települtünk át, ahol főképpen legeltetéses állattartással tudunk foglalkozni. Tehát van egy hortobágyi rackanyájunk, amellyel törzskönyvezési munkát is folytatunk. Tehát igyekszünk a hortobágyi racka tenyésztés ügyét is előrelendíteni, a tenyésztőtársainknak tenyészerkéket és tenyészkosokat igyekszünk rendelkezésükre bocsájtani, illetve van egy húsmarha állományunk is, és jó néhány lovunk, amely az életformánkat, a hagyományőrzésünket szolgálja, hagyományőrző tevékenységet. Erről egy picit majd bővebben fogunk beszélgetni. A lovakhoz kapcsolódóan tinédzser korában jött egy nagy lehetőség az életében. Ez is egy olyan lehetőség volt, ami nem mindenkinek adatik. Megszerepelt a Honfoglalás című filmben. Ez hogyan jött akkor ez a lehetőség, illetve milyen élményt jelentett ez önnek? Meghatározó volt az életében? Van egy családi barátunk, dr. Magyar Gábor, aki jelenleg Tahitótfaluban él, körzeti orvosként dolgozik, és neki is van egy gazdasága, hagyományőrzéssel foglalkozik, és ő élt itt Karcagon is jó néhány évet. Ő a Papa Dimitriu Attinának a volt férje. Volt férje, igen. Élt itt Karcagon, és édesapámék akkor találkoztak vele, és kötöttek vele barátságot. És a Magyar Gábor utána felkerült Budapest mellé, különböző lehetőségek jöttek neki az életbe. Például a honfoglalás film forgatása előtt is a szervezők felkeresték, hogy a területeivel, mely a Szentendrei szigeten található, és nagyon szép természetvédelmi terület, hogy a területeivel, illetve a lovas csapatával részt tud-e venni a honfoglalás című filmbe. És ő természetesen igent mondott, és kerestek még egy fiatal lovast is az Ifjú Árpád szerepére. És végül is nagyon röviden így esett rám a választás. De volt ilyen casting, vagy nem tudom, hogy erről annak idején itt nyilatkozott-e, vagy nem nyilatkozott. Én nem emlékszem, de nagyon érdekel szerintem nem csak engem, hanem akik nézik a televíziót. Tehát, hogy hogyan zajlott ez a kiválasztás? Igen, jött a felkérés Magyar Gábortól telefonon keresztül, és mondta, hogy 2-3 napon belül fel is kellene menni mindenképpen a stúdióba, ahol beszélgetnének a rendezők velem, megnéznének, hogy alkalmas vagyok-e
szerintük a szerepre, és ez lezajlott, utána néhány hétre ismét fel kellett menni, akkor lovagolni kellett tanyán, megnézték, hogyan lovagolok, hogyan íjászkodok, és három vagy négy jelentkező közül választottak ki végül. És akkor 96, tehát 1996 májusában el is kezdődött a film forgatása, különböző helyszíneken, főképpen itt a Magyar Gábor tanyáján, Tahitót faluban, de voltak helyszínek Apajpusztán, Somogy megyében, Somogysárdon, vagy a Pilis hegységben is. Akkor hogy érezte magát, amikor kijött ez a film gyakorlatilag? Megcsapta-e a sztárság szele, ha lehet így kérdezni? Igen, nagyon nagy élmény volt, tehát tényleg nagyon kevés embernek adatik meg, hogy olyan nagy színészekkel és magyar érzelmű emberekkel, mint például Sinkovics Imre vagy Koncz Gáborral együtt szerepelhet egy filmbe. Tehát nagyon nagy élmény volt, életre szóló élmény volt, de aztán ebből a légkörből úgy kikerültem. Nyilván én a lovas tudásom... Tudatosan vagy tehát hogy lehetett volna ennek folytatása, hogyha akarta volna? Azt hiszem, hogy a lovak, tehát amiatt, hogy én a lovak iránt nagyon érdeklődöm, illetve már akkor a 17 éves koromban is volt egy bizonyos lovas technikai tudásom, ez volt az oka annak, hogy bekerülhettem a filmbe. Utána engem annyira a színészi pálya nem érdekelt, nem mozgolódtam ilyen irányba, és utána úgy el is csendesedett a dolog. Uh-huh. És felváltotta ezt az egyesületünknek a Mikor tevékenysége. Mikor jött létre a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület? Igen. Ennek nyomán jött-e, vagy volt-e esetleg ehhez valami köze, ehhez a filmhez? Igen, tehát 96-ban forgatták a honfoglalás filmet. Ez egy hatalmas nagy indítás volt az életemben annak irányába, hogy a hagyományainkkal, a hagyomány ápolással elkezdtem foglalkozni. És 96-tól eltelt egy 8 év, 2004-ig, amikor hivatalosan bejegyezték az egyesületünket. A 8 év alatt én igyekeztem bekapcsolódni a nagykunság, illetve az ország hagyományőrző mozgalmaiba. Eljártam a Magyar Gábor csapatával. Tehát nagyon akkor sok megmaradt rendezvényre. Ez a kapcsolat? A kapcsolat természetesen megmaradt. Tehát eljártunk nagyon sok rendezvényre, honfoglaláskori haditorna bemutatót tartottunk országszerte. Például a visegrádi palota játékokon is 6 éven keresztül fellépett a Magyar Gábor csapata, amelybe én is minden évben szerepeltem, minden évben részt vettem. Illetve a helyi szinten pedig a Horváth György nagykun kapitány csapatát is erősítettem. A minden évben kétszer megrendezésre kerülő lovasíjász versenynek aktív résztvevője voltam, és a Horváth Györggyel is jó néhány bemutatót tartottunk közösen. Illetve elkezdett épülni körém itt Karcagon, illetve a Kunságba egy kis csapat, amelyből aztán kialakult a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület. Mi ennek a célja ennek az egyesületnek, ha így röviden meg kellene fogalmazni, akkor hogyan mutatná be magukat? Igen, a célunk az, hogy ebbe a kissé modernizált műanyag világunkba visszalopjuk a hagyományainkat, visszalopjuk azt az életet, amelyet eleink éltek. Egy sokkal egyenesebb, tisztább életről volt szó. A mai kissé embertelenné vált világnak az elemei kevésbé voltak felfedezhetőek. Tehát igyekszünk éltetni hagyományainkat, és ez nagyon fontos, azt szoktuk mondani, hogy nem ápolni, vagy nem őrizni kell a hagyományokat, mert nem beteg az, vagy nem rabló, gazdálkodó, hanem éltetni kell, illetve meg kell élni. Tehát ezért is szoktunk hagyományőrző bemutatókat tartani, ezért szoktunk táborokat szervezni, és éppen ezért szervezünk olyan lovastúrákat is, amikor felpattanunk a lovaink hátára, és több száz kilométert megtéve mindenféle külső energia nélkül igyekszünk átélni azt a világot, amely régen nagyon szépen működött, nagyon sok évtizeden, évszázadon és évezreden keresztül. Hogyan készülnek ezekre a lovas túrákra? Mondta, hogy több száz kilométert lovagolnak, azért ehhez kell valami fizikai felkészültség, gondolom. Tehát nekem nem menne, ha most felpattannék egy lóhátra, aztán el Budapestig, tehát az valószínű nem jönne össze. Igen, kell egy fizikai és egy lelki felkészültség is hozzá.
A túráink egyébként három dologtól szépek, illetve másabbak, mint egyéb lovas csapatoknak a túrái. Mindig kísérő autó nélkül megyünk, tehát a saját felszereléseinket elvisszük a lovaink hátán. Igyekszünk mindig szépen felöltözni magyar viseletbe, és nem szoktuk soha lejárni előre az utat. Tehát amikor megyünk egy 600 kilométeres túrát, akkor is a felfedezés élményével igyekszünk közlekedni. Nagyon jó térképeink vannak, illetve van egy nagyon jó térképészünk, a Balogh Péter barátunk, aki Nagykörűben él, és geográfusként végzett az egyetemen. Ő nagyon jól ismeri a teret, tudja, hogy mondjuk egy hegygerinc után pontosan mi lehet, a csatornákon, folyókon hol lehetnek hidak. Tehát nagyon jól ismeri a környezetet, és ez nagyban segíti a munkát. Külső támogatást kapnak-e, vagy ez egy ilyen öntámogatott egyesület gyakorlatilag? Mert ugye azért egy, tehát lovakat venni, vagy van mindenkinek saját lova, felszerelések, a túrákat finanszírozni, ezt hogyan tudják megvalósítani? Én azt lehet mondani, hogy teljesen önerőből gazdálkodik az egyesület. Szinte minden csapattagunknak vannak lovai, amely nagyon nagy előny. Tehát ilyen formában nagyon könnyű együttműködni a csapattagokkal, mert az, hogy valaki tart lovat, az már egy elkötelezettséget és egy komolyságot szemléltet, illetve biztosít a csapat számára. És vannak olyan csapattagjaink is, akik nem túl régen csatlakoztak hozzánk. Nekik természetesen adunk lehetőséget arra, hogy a saját lovainkon megtanuljanak lovagolni, és kicsit betekintést nyerjenek az egyesületünk életébe. Hányan vannak most körülbelül? Aktív tagjaink körülbelül 18. Vesznek-e még esetleg föl új tagokat? Tehát gondolom, hogy ugye úgy szokott ez lenni, hogy mondjuk mondják az olimpia kapcsán, hogy ha mondjuk a vívó lett egy olimpiai bajnok, akkor sokan jelentkeztek vívónak. Tehát ugye most itt volt ez a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesületnek a bemutatója a Múzeumparkban, most a Kunok Világtalálkozóján jelentkeztek esetleg gyerekek, hogy én is szeretnék lovagolni, vagy felnőttek, hogy szeretnénk csatlakozni ebbe az egyesületbe. Tehát szokott-e ilyenre példa lenni, hogy ilyenkor egy olyan nagyobb lendületet vesznek az emberek, és csatlakoznának? Igen, mindenképpen van egy ilyen mozgalom is, hogy azért tartanak bemutatókat csapatok, hogy toborozzanak csapattagokat, és ez működik is egyébként. A saját bőrünkön is érezzük. A Balogh Péter barátomat említettem már Nagykörűbe, ő az ELTE-n szokott órákat is adni a földrajz tudomány kapcsán, és ő kitett például egy hirdetést, hogy gémes kutat állít a tanyáján Nagykörűbe, akit érdekel, utazzon le, és vegyenek részt benne. És leutazott két azóta már jó barátunk, Pomászról és Budakalászról, segítettek a gémeskút felállításba, és annyira megtetszett nekik ez az életforma, hogy utána egész nyáron ott ragadtak a Péternél, őrizték a juhokat kint a tanyán, a racka juhokat, illetve lovagoltak, megtanultak őszre lovagolni, és ősszel már becsatlakoztak a bemutatónkba segédként. És két olyan emberről van szó egyébként, akik azóta is oszlopos tagjai a csapatunknak, és a dunai hadtestünket, mert azt szoktuk mondani, hogy van egy alföldi szárnya az egyesületnek, itt Kisújszállás, Kunhegyes, Karcag, Nagykörű itt csapattagokból tevődik össze, és van ez a dunai szárny, akik pedig Budakalász, Pomáz és Szentendre háromszögből adnak kiváló csapattagokat nekünk. Tehát ez a két barátunk, a Dani és a Tamás így került a csapatba, tehát annak hatására, hogy volt egy kis tanyasi megmozdulás, és a bemutatók kapcsán is nagyon sok csapattagot tudtunk már szerezni, ugyanúgy, ahogy a táborok is toborozzák nekünk a jobbnál jobb csapattagokat. Tehát nagyon sok olyan társunk, barátunk van, akik gyerekként részt vettek a lovasnomád életmód táborunkban a Kecskeri pusztán, és utána itt ragadtak az egyesületbe, mert tetszett nekik ez az életmód. Hogyha valaki mondjuk így becsatlakozik így egy tábor vagy egy bemutató nyomán, mikorra válhat úgymond teljes jogú csapattaggá? Mennyi idő alatt lehet megtanulni lovagolni? Igen, biztonsággal. Biztonsággal lovagolni. Azt lehet mondani, hogy fél év, egy év vagy kettő év alatt lehet megtanulni, attól függ, hogy mennyire tehetséges.
az adott személy, illetve mennyi időt szán rá. Tehát ha valaki nagyon ügyes, nagyon tehetséges, nagyon érzi, hogy hogyan kell lovagolni, tehát van hozzá érzéke, illetve a szorgalma is megvan hozzá, tehát fordít rá megfelelő mennyiségű időt, akkor néhány hónap alatt is meg lehet tanulni. Idősebb korban, 30-40 év fölött már nehezebb, tehát látjuk csapattársainkon, akik később csatlakoznak, ők már nehezebben tanulnak meg, de hatalmas szorgalommal ők is érhetnek el eredményt. Ha most kapna felkérést egy filmszerepre, vagy arra, hogy esetleg az egyesülettel, a csapattagokkal szerepelhessenek egy filmbe, akkor elvállalnák-e? Mindenképpen elvállalnánk, igyekszünk elvállalni minden olyan munkát, minden olyan tevékenységnek igyekszünk megfelelni, amely a hagyományainkat, a hagyományőrzést szolgálja. Tehát nyilván itt megnéznénk azt, hogy milyen filmről van szó. Hát és egy ugyanilyen nagy film lenne, ha mondjuk, mi mint a tevékenységünkbe honfoglalás. Beillik, akkor nagyon szívesen elvállalnánk. Beszéljünk megint egy picit, vagy térjünk vissza a nagykunkapitánysághoz. Milyen feladatai vannak egy nagykunkapitánynak? Hogy él manapság egy nagykunkapitány? Igen, a nagykunkapitányságnak szerteágazó feladatai vannak. A legfontosabb feladat az, hogy helyi szinten igyekezni kell a kun hagyományokat éltetni, továbbadni, a kun identitást, a történelmi identitást erősíteni a fiatalokban, illetve idősebbekben is. Nagyon fontos, hogy kapcsolatot kell tartani és teremteni a hármas kerületeknek a kapitányaival, így a jászságban és a kiskunságban a jász és a kiskun kapitányokkal, különböző tanácskozásokon, a jászkun kapitányi tanácskozásokon meg kell jelenni, és ott képviselni kell a nagykunságot. És van egy nagy feladat, amely nagyon sok mozgással, utazással jár, az, hogy itt a hármas kerületekben megrendezésre kerülő különböző hagyományőrző rendezvényekre, ha érkezik felkérés, akkor mindenképpen illik megjelenni, és az adott feladatokat, amelyet a szervezők kérnek, azokat illik teljesíteni. Az Illési Ádám leköszönő kunkapitánya leköszönő, illetve a beszámoló beszédében elmondta, hogy olyan 240 felkérése volt, ha jól emlékszek, és ebből 180 felkérést tudott teljesíteni a három esztendőben. Ez azt jelenti, hogy több mint 60 eseményen vett részt egy év során, amiből könnyen ki lehet számolni, hogy több mint egy esemény, több mint egy rendezvény volt, amelyre ellátogatott hetente. Akkor úgy tűnik, hogy tele lesz önnek is a naptára a következő 3 év folyamán. Milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan? Vannak tervek bőséggel. Annyiban nagyon könnyű helyzetben vagyok, hogy a kun identitás erősítése az adott valamilyen szinten. Az egyesületünk és a különböző karcagi hagyományőrző szervezetek, így a Kovács Mihály Huszár Bandérium, az Iringó Néptánckör, vagy a Pacsirta Citera Zenekar, melyeknek egyébként igyekszek aktív részese lenni. Ezek a karcagi szervezetek segítik nagyban a munkámat. Tehát végül is valamilyen szinten ugyanazt fogom csinálni, amit eddig is. Igyekszek azon dolgozni, hogy minél több fiatal kapcsolatba kerülhessen a hagyományainkkal, a kunságra jellemző kultúrát minél jobban megismerjék, és ezen kívül ezekre a rendezvényekre, amelyeket már említettem, ezekre is el fogok menni, és képviselni fogom a nagykunságot, illetve Karcagot. Tervezünk ezen kívül különböző lovastúrákat is, amelyek a hagyományaink éltetését igyekeznek képviselni. A jövő évben, vagy pedig a 2014-es évben szeretnénk egy kuntúrát szervezni. Innen a nagykunság fővárosából, Karcagról indulnánk, és bejárnánk a nagykunság, a jászság és a kiskunság különböző településeit. Azokra a településekre látogatnánk el, ahol egykoron a kötöny vezérvezetésével bejött kunok letelepedtek, és nyomot hagytak maguk után, tehát a különböző kun emlékhelyeket, a kun épített kultúrát szeretnénk kissé áttekinteni, és ezzel kapcsolatosan szeretnénk egy kis kiadványt is készíteni majd, amely kis ismertető anyag lenne a kunság
a Jászság és a Nagykunság, a Jászság és a Kiskunság településeiről is. Ennek a túrának a legnyugati pontja a Duna jobb partja lenne, ahol szintén telepedtek le kunok, Hantos városban és Hantos város környékén fellelhetők még a nyomok. Ezen kívül lenne egy másik túra is. A jövő évben kerül megrendezésre a Virág Gedeon emléktúra. Kunszent Miklóson született Virág Gedeon huszárkapitány, aki a 19. század közepén Csehországból 170 huszárral haza érkezett a Kossuth Lajos hívószavára, tehát a szabadságharc előtt. És ennek emlékére a Szépe Ferenc Kiskun kapitány szervez egy túrát. Igyekszünk ebben is részt venni. Nádor huszár hagyományőrzőket vár a Szépe Ferenc, és a karcagi Kovács Mihály huszárbandérium is a Nádor huszár ezred hagyományait követi. Hát akkor úgy látom, hogy vannak tervek bőven, túratervek főleg. Ígérem, hogy erről be fogunk számolni a kedves televízió nézőknek, önt pedig majd visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és sikeres munkát kívánunk az nagyon elkövetkezendő szépen. Évekre. Köszönöm. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.